Sziasztok, üdvözöllek titeket újra itt! Elhoztam nektek a Vess család történetének a második részét, ami szerintem sokkal brutálisabb, mint az első volt, ugyanis tényleg nagyon durva dolgokat tettek ezek a... nem is tudok rájuk mit mondani, nem is akarok. Szóval ez tényleg nagyon durva lesz, úgyhogy aki esetleg nem bírja az ilyet, annak nem javaslom, hogy megnézze. Ha pedig esetleg nem láttad az első részt, akkor mindenképpen nézd meg, mert akkor ezt nem fogod érteni. A linket leteszem a leírásba, és akkor nem is húznám tovább az időt, kezdjünk is bele. "1972. szeptemberében Rose és Fred a 8 éves Anna Marie-t levitte a pincébe, ahol Rose letépte róla a ruháit, ezután egy matrachoz kötözték és bezárták, mielőtt Fred, az apja, megerőszakolta Rose bátorítására. Az erőszak után Rose követte Anna Marie-t a mosdóba, majd adott neki egy egészségügyi betétet, és azt mondta neki: "Sajnálom, mindenki ezt csinálja a lányával. Ez egy apa dolga. Ne aggódj, és ne mondj senkinek semmit." Nyilvánvaló volt, hogy a zaklatás folytatódni fog, Fred és Rose pedig megfenyegette Anna Marie-t, hogyha valaha is visszahallják valakitől, hogy milyen szexuális bántalmazáson megy keresztül, iszonyatosan meg fogják verni. Alkalmanként maga Rose is bántalmazta Anna Marie-t szexuálisan, és rendkívüli kielégülést szerzett magának azzal, hogy lealacsonyította olyan dolgokkal, mint például, hogy kikötözte Anna Marie-t egy bútorhoz, mielőtt Fred megerőszakolta, vagy hogy úgy kellett végezni a házi munkát, hogy szexuális kiegészítőket és miniszoknyát kellett viselnie. Fred és Rose 13 éves korától arra kényszerítette Anna Marie-t, hogy prostituáltként dolgozzon a házban. A kuncsaftoknak pedig azt mondták, hogy a lány 16 éves. Rose mindig jelen volt a szobában, amikor Anna Marie egy vendéggel volt, nehogy elkotyogja, valójában hány éves is. Egy alkalommal, mikor Anna Marie 14 éves volt, Rose elvitte a lányt egy helyi kocsmába, és kényszerítette, hogy több pohár bort megigyon. Néhány órával később Fred megérkezett a kocsmába, hogy felvegye Rose-t és Anna Marie-t. Miután betették Anna Marie-t a furgonba, Rose megverte a lányt, és azt kérdezte tőle: "Szerinted lehetsz a barátom?" Ezután Fred és Rose is megerőszakolta a lányt. "1972. októberében Fredék felvették Caroline Owens-t a gyerekeik mellé Dadának. Egyik este felvették a lányt egy félreeső országúton, miközben hazafelé stoppolt a barátjától. A kocsiban beszédbe elegyedtek, és Caroline elmondta Fredéknek, nem szereti a mostoha apját, és éppen munkát keres. Fred és Rose egy részmunkaidős állást ajánlottak neki Dadaként, az akkor még három gyermekük mellé, és azt ígérték neki, hogy minden kedden hazaviszik a szüleihez. Néhány nappal később Caroline beköltözött Fredékhez a Cromwell Street 25-be, ahol is Anna Marie-val osztozott egy szobán, akiről Caroline meg is jegyezte, hogy nagyon visszahúzódó. Rose, aki ekkor már prostitúcióval kereste a kenyerét, Caroline megkérdezte tőle, hogy miért jár naponta több férfi is hozzá, és Rose azt hazudta neki, hogy masszőrként dolgozik. Caroline később elmondta, hogy Fred szüntelenül beszélt a szexről. Szexuális aberrációval kapcsolatos gyanúja Fred iránt csak tovább fokozódott, amikor a férfi azzal dicsekedett neki, hogy sok nő, akinek állítása szerint abortuszt hajtott végre, annyira hálásak voltak neki, hogy szexet ajánlottak neki a segítségért cserébe. Amikor Caroline rájött, hogy ő maga, Fred és Rose szexuális vágya, kijelentette, hogy elhagyja a házat és hazamegy a szüleihez. Caroline el is ment, ám Fredék tudták, hogy mindig stoppal megy haza a barátjától, ezért azt a tervet eszelték ki, hogy elrabolják a lányt, hogy közösen örömüket lejjék benne. Fred később elmondta, hogy a konkrét tervük az volt, hogy elrabolják, megerőszakolják és megölik a lányt.
1972. december 6-án a házaspár becsalogatta a lányt a kocsijukba azzal, hogy szeretnének bocsánatot kérni a viselkedésük miatt, és felajánlották neki, hogy hazaviszik. Caroline eleinte úgy érezte, hogy Fred és Rose bocsánatkérése őszinte volt, és hogy csupán ő értette félre a viselkedésüket. Rose hátraült Caroline mellé azzal az indokkal, hogy egy idézőjelben csajos beszélgetést szeretne. Nem sokkal ezután Rose elkezdte simogatni Caroline-t, Fred pedig megkérdezte tőle, hogy szexeltél ma a barátoddal? Mikor a lány heves tiltakozásba kezdett, Fred megállt az autóval, majd szinte eszméletlenre verte a lányt. Ezután Rose egy sállal és ragasztószalaggal megkötözte. Mikor hazaértek Caroline-nal a Cromwell Street-i házba, teába kevert kábítószert itattak vele, majd hosszú ideig tartó szexuális kínzásnak vetették alá. Egyszer, mikor Caroline felsikoltott, Rose egy párnával próbálta meg elhallgattatni. Mikor a lány felismerte a helyzetének súlyosságát, felhagyott az ellenállással. Másnap reggel az egyik gyerek, mikor hallotta, hogy Caroline sikoltozott, benyitott abba a szobába, ahol fogva tartották a lányt, majd Fred megfenyegette a gyereket, hogy bezárják őt a pincébe, és megengedik a barátainak, hogy bántalmazzák, majd ha végeztek, eltemetik Gloucester kövezete alá. Fred elmondta, hogy igazából több száz fiatal lányt ölt meg, hozzátéve, hogy Caroline-t elsősorban Rose örömére hozták a házba. Fred és Rose ezután higgadtan megkérdezték Caroline-t, hogy fontolóra venné-e, hogy visszatérjen dolgozni dadusként. A menekülési utat látva a lány beleegyezett, és kiporszívózta a házat, mint egy jelezve, hogy a család tagja szeretne lenni. Caroline persze még aznap megszökött, amikor Rose-zal elmentek egy közeli mosodába, és hazament a szüleihez. Kezdetben szégyelte elmondani anyjának a történteket, de amikor az édesanyja észrevette rajta az úzódásokat és a sebeket, Caroline sírva fakadt, és még aznap elárulta, mi is történt vele. Caroline édesanyja azonnal jelentette a rendőrségen az esetet, Fredet és Rose-t pedig letartóztatták. Az ügyet a Gloucester Magistrates Court tárgyalta 1973. január 12-én, ám addigra Caroline úgy döntött, nem teszi ki magát annak a megpróbáltatásnak, hogy a bíróságon tanúskodjon, így a szexuális zaklatással kapcsolatos összes vádat ejtették. Fred és Rose beleegyezett abba, hogy bűnösnek vallják magukat szemérem sértésért és tényleges testi sértésért. Fejenként 50-50 font pénzbírsággal sújtották őket, és szabadon távozhattak. Mikor Caroline meghallotta ezt a hírt, megpróbált véget vetni az életének. Három hónappal a tárgyalás után a pár elkövette első ismert gyilkosságát. Az áldozat a 19 éves Linda Gough volt, akivel Fred és Rose egyik férfi albérlőjükön keresztül ismerkedett meg. Linda rendszeres látogatója volt a Cromwell Street-i háznak, ugyanis két ott élő férfivel volt viszonya, majd április 19-én beköltözött a házba. Már másnap, április 20-án közölte vele az egyik albérlő, hogy hagyja el a házat, mert megütötte az egyik ott lakó gyermekét. Később ezt a történetet elmesélték Linda anyjának is, amikor Fredéktől lánya holléte után érdeklődött. Amikor Linda feldarabolt holttestét megtalálták, a feje körbe volt tekerve raktapasszal, illetve ragasztószalaggal, hogy elhallgattassák, mikor sikoltozott. Az orrába pedig két vékony kis csövet helyeztek, hogy levegőt kapjon. A maradványok mellett hosszú zsinór és összecsomózott ruhadarabokat is találtak. Lindát valószínűleg a pince mennyezetét támasztó fagerendákba vésett lyukakba található zsinórokra akasztották fel. Fred később bevallotta, hogy ezt az áldozatai felakasztására tervezte. Linda feldarabolt testét, amelyből hiányzott 5 nyakcsigolya és számos új csont a garázs alatti vizsgálógödörbe temették. Következő áldozatukat a 15 éves Caroline Cooper 1973. november 10-én rabolták el.
Carolyn a Pine gyermekotthonban élt Worcesterben, és elrabolták, miután az estét egy moziban töltötte a barátjával. A buszra várt, mikor is Fred és Rose berángatták a kocsijukba, ahol a száját ragasztó szalaggal, míg a kezeit zsinórral kötözték meg, majd elhajtottak a házukba. Miután megérkeztek, Carolent levitték a pincébe, felakasztották a gerendára és súlyosan bántalmazták. Ahogyan Lindával is történt, Carolyn szintén fulladás következtében halt meg, mielőtt holtestét feldarabolták és egy sekély kocka alakú sírba temették. A következő 17 hónap során további 4, 15 és 21 év közötti áldozat jutott hasonló sorsra, mint Linda és Carolyn, bár az egyes áldozatokon végzett vizsgálatok, valamint a sekély sírokban megtalált bizonyítékok arra utalnak, hogy minden újabb áldozat sokkal nagyobb bántalmazásnak és kínzásnak volt kitéve, mint az előző. A 18 éves Juanita Mott 1975. áprilisában történt meggyilkolása után Fred lebetonozta a pince alját, később pedig a legidősebb gyerekeinek hálószobává alakította át. És nem követtek el több gyilkosságot egészen 1978. májusáig, amikor Fred Rose részvételével vagy anélkül, de minden bizonnyal Rose tudtával, meggyilkolt egy 18 éves albérlőt, Shirley Robinsont. Shirley először 1977. áprilisában találkozott Freddel a Green Lantern kávézóban, és abban a hónapban Fredéknél szállt meg. Meggyilkolásakor terhes volt. Bár Rose, aki akkor szintén terhes volt, eleinte azzal dicsekedett a szomszédoknak, hogy Shirley a férjétől Fredtől várt gyereket, hamarosan mély haragot kezdett érezni Shirley iránt, és meggyilkolásának oka valószínűleg a fenyegetettség megszüntetése volt Rose és Fred kapcsolatával szemben. Holtestét a Cromwell Street 25 szám alatt a kertben temették el, miután feldarabolták. A magzatot eltávolították a hasából, valamint több csontja hiányzott. Ahogy korábban Charmaine esetében, Fred és Rose eloszlatta mindenki gyanúját, aki Shirley holléte felől érdeklődött, ugyanis azt hazudták, hogy elköltözött az apjához Nyugat-Németországba. Az utolsó gyilkosság, amelyet Fred és Rose szexuális indítatásból követtek el, 1979. augusztus 5-én történt. Az áldozat egy 16 éves lány volt, Allison Chambers, aki egy helyi gyermekotthonból szökött meg, hogy dadaként dolgozzon Fredéknél. Úgy gondolják, hogy Allison meggyilkolás előtt pár hétig a házban élt, és Rose azt mondta neki, hogy nem sokára egy vidéki békés farmon fognak lakni, ami az ő tulajdonukban van. A testét szintén a ház kertjében temették el, és bár valószínű, hogy feldarabolták, a csontokon nem találtak erre utaló nyomokat, mint az előző áldozatok maradványain. Annak érdekében, hogy eloszlassák Allison családjának aggodalmait, akikkel a lány rendszeresen levelezett, Fred és Rose egy Northamptonshire-i postaládába, amit Allison írt az anyjának még a halála előtt. Heather és May June került Fred vérfertőző szexualitásának középpontjába, miután Anna Marie 1979-ben megszökött otthonról, miután Rose megverte és többször gyomron ütötte, mindössze pár nappal azután, hogy Anna Marie-t kiengedték a kórházból, ahol méhen kívüli terhessége miatt kezelték. A Heather és May June által elszenvedett bántalmazások gyakorisága nőtt, amikor a lányok elérték a pubertáskort. Fred tetteit azzal az egyszerű magyarázattal igazolta, hogy én alkottalak, azt csinálhatok veled, amit csak akarok. Továbbá utalt arra a szándékára is, hogy mindkét lányát teherbe ejtse legalább egyszer, és időnként arra kényszerítette az összes gyerekét, hogy pornót nézzenek vele.
Heather és May June kifejlesztett egy rutint, amely szerint csak akkor zuhanyoztak vagy öltöztek át, ha az apjuk nem volt otthon, vagy valamelyikük az ajtóban őrt állt. Öccsüket, Stevent az apja arról tájékoztatta, hogy 17 éves koráig szexelnie kell az anyjával, mert ha nem, akkor kidobják a házból. Bár a lányokat taszította apjuk viselkedése, May June, miután Fred hozzávágta a porszívót, amikor a lány ellenállt apja közeledésének, kifejlesztett egy mechanizmust magának, hogy eltűrje, hogy Fred szexuálisan simogassa, és hogy késleltesse a szexuális bántalmazást. Heather 1985 és 1986 között már minden bizonnyal kénytelen volt engedni apja bántalmazásának, ugyanis ebben az időszakban már mutatkoztak rajta a gyermek bántalmazáson átesett áldozatok szorongó tünetei, mint például, hogy addig rágta a körmeit, amíg nem véreztek, alkoholt ivott, mindig figyelte az apját a szeme sarkából, bárhol is volt, és ideges lett, ha a férfiak voltak a közelében, valamint folyamatosan rémálmok gyötörték. Ez a szorongó viselkedés oda vezetett, hogy Fred és Rose azt gyanította, hogy Heathernek leszbikus hajlamai vannak. Akkor, mikor Heather a bántalmazások miatt panaszkodott az anyjának, Rose egyszerűen csak kinevette. Heather elmondta May June-nak és Stevennek, hogy az a vágya, hogy elmeneküljön otthonról, nomád életmódot éljen a Dean erdőben, és soha többé ne találkozzon emberekkel. Heather panaszkodott a barátainak az általa és testvérei által elszenvedett bántalmazásuk miatt, és többen is észrevették pszichés szorongásának külső jeleit. A Hucklecott középiskola tanárai, ahová Heather és a testvérei jártak, szintén aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy Heather, aki egy szorgalmas és engedelmes tanuló, miért nem volt hajlandó ruhát cserélni a testnevelés órára, vagy zuhanyozni utána, mikor megkérték rá. Egy alkalommal kénytelen volt lezuhanyozni, aminek következtében az osztálytársai és a tanárai észrevették, hogy a karjait, a lábait és a törzsét a gyógyulás különböző szakaszaiban lévő zúzódások és sebek borítják. Heather azzal próbálta magyarázni ezeket a sérüléseket, hogy a testvéreivel való verekedés során szerezte őket, de egy közeli barátjának elárulta, hogy a szülei okozták ezeket, hozzátéve, hogy az anyja kis kurvának tartja, aki megérdemli a verést. Az 1980-as évek közepére Rose szexuális életéről szóló pletykák kezdtek el terjengeni, és bár Fred és Rose megtiltotta a gyerekeiknek, hogy bármit is eláruljanak arról, mi folyik otthon, Heather elárult a barátainak, hogy a pletykák jó része bizony igaz. Egyik osztálytársának apja Fredék barátja volt, így mint olyan, hamarosan eljutott hozzájuk a hír, hogy Heather elárulta a barátainak otthoni életének részleteit, beleértve anyja prostitúciójának részleteit is. Fredet ez annyira aggasztotta, hogy elkísérte Heathert az iskolába, majd érte is ment a tanítás végén. Mikor Heather testvérei aznap hazaértek, Rose és Fred elmondták, hogy Heather elment otthonról, mert elfogadott egy állást Torquay-ban. Ezt a történetet mesélték el a többi családtagnak is. Rose azonban azt mondta az egyik kérdezősködő szomszédnak, hogy pokolian összevesztek Heatherrel, ezért szökött meg otthonról. Később, hogy válaszoljanak a gyerekei kérdéseire, hogy Heather miért nem keresi őket, vagy látogatja meg néha a testvéreit, Fred és Rose azt mondta nekik, hogy Heather megszökött a leszbikus szeretőjével. Amikor May June és Steven azt javasolta, hogy jelentsék Heather eltűnését a rendőrségen, Fred ismét megváltoztatta a történetet, és azt mondta, nem lenne bölcs dolog Heather kutatását kezdeményezni a rendőrségen, mivel a lány hitelkártya csalásban vesz részt. Fred és Rose nem egyszer rábeszélt az egyik ismerősüket, hogy hívja fel őket és adja ki magát Heathernek. A Heather eltűnését követő években Fred időnként megfenyegette a gyerekeit, hogyha rosszul viselkednek, vagy elárulják az elszenvedett bántalmazásokat, akkor a terasz alatt fogtok kikötni, mint Heather. Heather eltűnése
Fred és Rose állandóan változó történetei a lányuk hollétéről végül rendőrségi vizsgálathoz vezetett, Heather eltűnését illetően. 1994. februárjában házkutatási parancsal érkeztek meg a rendőrök a Cromwell Street 25-be, ahol is feltárták a West család kegyetlen titkait. Köszönöm, hogy ezt a részt is végignézted, és nem sokára következik ennek a videónak a folytatása, és ha nem szeretnél lemaradni róla, akkor iratkozz fel a csatornámra, és nyomd meg a kis harangombot, így minden egyes videómról értesülhetsz. Legyen csiri csoda szép napotok, és vigyázzatok magatokra! Sziasztok!